fénymikroszkóp felépítése. A kezemben egy binokuláris fénymikroszkópot tartok. Fénymikroszkópokkal mikrométeres, azaz 10-6 méter nagyságú dolgokat tudunk vizsgálni. A mikroszkópban egy lencserendszer található, amely a lencserendszer segítségével különböző nagyításokban láthatjuk a tárgyasztalra helyezett dolgokat. A fénymikroszkóp optikai és mechanikai egységekből épül fel. Az optikai egységnek az első része az okulár, amelynek a nagyítását a rajta lévő szárnyról olvashatjuk le, jelen esetben ez egy 10-szeres nagyítást jelent. A két okulárnak a távolsága ezzel a mechanikai szerkezettel szabályozható, ki a saját személyhez tudja állítani a fénymikroszkópnak a szemlencséjét. Tehát tulajdonképpen az okulár az magyarul szemlencsét jelent. Ezután következik a tubus rész, és a tubuson keresztül a fény, illetve a tubus vezeti a lencserendszeren keresztül a fény, és egészen a revolver részig vonul le, a revolverrel pedig az egyes objektíveknek a részei cserélhetők. Az objektívek a másik fontos lencse rész a mikroszkópban. Mindegyik objektíven egy-egy szám található. A legkisebb nagyításon objektív a 4-es, a legnagyobb a 100-as. A mikroszkóp nagyítását a szemlencse és objektív, vagy másnéven tárgylencse nagyításának a szorzatából számolhatjuk ki. Kiki a neki megfelelő objektív nagyítása revolver mozgatásával tudja beállítani. A mechanikai részeknél kiemelendő még ez a csavar, amelynek a segítségével az okulárt tartalmazó tubus rész elmozdítható és rögzíthető. Ezen kívül a mechanikus részhez tartozik a kar, amelynek a segítségével emelhetjük a mikroszkópot, és a mechanikai részeknél még nagyon fontos a mikroszkóp tartásában a talapza, amely tulajdonképpen stabilizálja a mikroszkóp állását. Ezen kívül nagyon fontos eleme a mikroszkópnak a tárgyasztal. A tárgyasztalra helyezhetjük a metszeteinket. A metszet behelyezése tulajdonképpen a csipesz elhúzásával történik meg. Egészen betoljuk, ráengedjük a csipeszt, és a mikroszkóp oldalánál, tárgyasztal oldalánál található kis mechanikai csavarokkal tudjuk a tárgylemezt mozgatni a tárgyasztal segítségével, és beállítani a fényforrásnak az útvonalába. Ugyanis a tárgyasztal közepénél láthatunk egy lyukat, amelyen keresztül a kondenzor világít be, a kondenzor pedig a fényforrásból fogja bevetíteni a fényt, amely áthalad a tárgylemezen lévő metszeten, és az a metszet kép fog nagyítva láthatóvá válni az okulárok segítségével. A kondenzornak a mélységét és magasságát is tudjuk egy csavar segítségével állítani, illetve két csavarnak a funkciója nagyon fontos még, az úgynevezett makro csavar és mikro csavar. A makro csavarral tudjuk a durvább beállításokat megtenni, ezzel emeljük és süllyesztjük a tárgyasztalunkat, a mikro csavarral pedig a finomabb beállításokat végezhetjük el, ezzel élesítjük a metszetünk képét. Ezen kívül a fény beállításához tartozó gombokra hívnám még fel a figyelmet. Oldalt látható egy fényerősség szabályozó gomb, amelynek a mikroszkóp bekapcsolása előtt mindig az egyes számon kell állnia. Ez azért nagyon fontos, mert ezek a mikroszkópok általában halogénizóval vannak szerelve,
és hirtelen feszültségén szétbukkanhatnak, hátul pedig a kibekapcsoló gombok láthatók, tehát a fényt ezzel tudjuk bekapcsolni, és ha a mikroszkóp akkumulátora lemerülne, akkor ezt a tápegységet tudjuk hozzá csatlakoztatni, és konnektorból